Sziasztok, srácok! Ma egy csodáról lesz szó. Az ő hivatalos neve Fujifilm GF1.755. Miért mondom én azt, amit mondok? Hát egyrészt, mert én nagyon-nagyon vártam, és még annál is jobb, mint gondoltam. Másrészt, mert tele van olyan dolgokkal, és olyan dolgokat produkál, maga az eredete is egy kicsit olyan misztikus. Yeah. Szóval olyan dolgokat produkál, amiket én mindig is nagyon szerettem a fotográfiában, és azt gondolom, hogy mások is. Ha majd kicsit előrébb haladunk és beszélünk azokról a review-król, amiket eddig hallottunk, láttunk a YouTube-on, akkor valahogy nem csak a puszta technika fog ebből kitüremkedni, hanem az a dolog, amit ez kivált belőlünk. Ez pedig valamilyen módon az esztétika, a művészet felé való vonzódás. Ez kicsit olyan, mint a 30-asnál mondtam azt a Fuji XF 30-as makrónál, hogy ez igaz egy makró, de egyszer csak azon veszed észre magad, hogy streetezel vele. Na itt is valami hasonló történik, hogy ez igen, ez egy alapobjektív. Na de hogyan? Na de mitől? Na de ezt hogy csinálja? Mi lehetett a cél? És ez hogy valósult meg? Kezdjük talán az elején, ugye? Tehát mit is jelent az, hogy alapobjektív? Az alapobjektív, hozzá vagyunk szokva, full frame-be 50 mm, jellemzően 1,8-1,4, néha 1,2-es fényerő. Ez mindennek a közepe, általában ezt adták régen még a filmes korszakban kitbe, aztán elkezdtek kit zoomokat adni. De valahogy ez mindig egy ilyen alulértékelt dolog volt. Tehát, hogy így, most annak ellenére, hogy megnézzünk egy Cartier-Bresson vagy egy Robert Capa életművet, a 90% az egy alappal készült. Ennek ellenére a mai világban a szupertele, az ultranagylátó, az extra 2x-es makró, meg a halszem, meg a tilt, meg a shift, meg az összes többi ilyen különleges dolog, de legfőképpen a fényerő bűveletében élünk mostanában. És ugye ezek mindig ilyen portré, ilyen 1,275, 1,285, ilyenek tartják az embereket ámulatba, bámulatba, pedig hát azért a portrén kívül is létezik élet, ugye? És akkor megint más esküszik az ultranagylátóra, megint más a szuperterékbe szerelmes, mert fiatal felnőtt korában ő attól érezte magát férfiak. Na mindegy, szóval van itt egy csomó olyan misztikum körülötte, ami pont ezt a közepét egy kicsit ilyen érdektelenné teszi az emberek számára. És aztán én azt tapasztaltam, hogy amikor az emberek eljutnak egy-két grádicson magasabb szintre, akkor visszafelé fordulnak, és rájönnek arra, hogy mit mulasztottak el akkor, amikor ezt félredobták, ugye? Tehát kezdjük az elején. Mi az, hogy alapobjektív? Az alapobjektív az geometriai értelemben tulajdonképpen az adott formátum rajzkörének az átmérője, ami megegyezik az adott formátum kockájának az átlójával. Tehát ilyen értelemben, hogyha valaki például olvas mondjuk Ken Rockwellt, vagy ilyen más egyéb technikával is foglalkozó reviewereket, van, aki csak a véleményét mondja el, van, aki csak képeket rakja föl, van, aki mindenféle tesztcsíkokat csinál, milliméter skálán nézi a kromatikus aberrációt. Na mindegy, szóval vannak emberek, akik azért úgy ennek az elméleti alapjait is egy kicsit feszegetik, és amikor én még nagyon-nagyon régen olvastam a 3264-es GF-nek a leírását, akkor a Ken Rockwell zárójában odaírta, hogy az 55 mm-es rajzkörű objektív esete ez, tehát úgy kell értelmeznünk ezeket a számokat, hogy ennek az átmérője bizony 55 mm. Ez miért fontos? Hát azért, mert amikor elkezdünk számolgatni, akkor arra jutunk, hogy ugye a full frame alapobjektív, amire mi, ha kell, megesküszünk, hogy 50 mm, az egyáltalán nem annyi. Az 43,2 mm, mégpedig az A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, tehát 24 a négyzeten szer, 36 a négyzeten egyenlő sütőlű saparpa vége az 43,2 mm. És vannak olyan cégek, amik ezt komolyan vették, ilyen például a Pentax. A Pentaxnál létezik 1,9-es fényerő 43 mm-es objektív.
Aztán megint csak a Pentaxnál előfordul, ugye ők ugyanezzel a méretű szenzorral csinálták meg a saját digitális középformátumukat, akkor még ugye 50 megás volt, illetve akkor csak az volt még. És ott bizony, szemben a Fuji 2,863-asával 2,855 az alapobjektív. Hoppá. Tehát akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor vissza kell mennünk 1912-ig, amikor Oscar Barnak megalkotta a végleges Leicát, és ennek a Leicának az alapobjektíve az 5 cm és 50 mm lehet. Nem azért, mert ők lusták voltak, vagy nem azért, mert nem tudtak számolni, hanem azért, mert egyszerűbb volt vele bármit csinálni, egyszerűbb volt vele számolni. Lényegében egy nagyon enyhe tele a 43-hoz képest az 50, ez egy ilyen nagyon-nagyon kis kicsi-fincsi tele, kevésbé lesz tőle buci a fej, akkor már tudtak teleobjektívet csinálni, nagylátót még nem nagyon, tehát rengeteg ilyen történeti oka van annak, hogy ez egyszerűen hagyományként így alakult, és az 50 mm után eljutottunk oda, hogy amikor a Fuji megalkotta a GFX rendszert, akkor az adott szenzorhoz való dolgot arányították, ugye? Tehát akkor innentől kezdve, hogy azt az élményt kapja a felhasználó, amit az 50-esnél megszokott, így jött létre a 63 mm. Ami egy fantasztikus objektív, szintén alul értékelt. Egyébként én rengeteget dolgozok vele és imádom. Na de miért lehet fontos ez az icipici különbség? Nem is olyan icipici, egy ilyen kis különbség. Na, ugye? Tehát mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy ebben az esetben ez mindennek a közepe, vagyis ez az optimum, vagyis itt lehet elérni elméletileg, itt lehet elérni a létező legjobb minőséget, vagyis ez egy kihívás. Ugye? Tehát innentől kezdve, amikor a fókusztávolság és az adott formátum optimális arányban viszonyulnak egymáshoz, akkor következik az, hogy na srácok, na ez az, amiből illik valami kegyetlen jót csinálni. És megcsinálták. Ugye? Tehát kezdjünk el nézelődni, ugye? Tehát mi történik? Hát ez pont úgy néz ki, mint egy objektív, mint egy gyümölcscentrifuga a gyerekkorában, 77-es a foglalata, van benne 14 lencsatok 10 csoportba, két ED, meg két aszférikus, tehát amit az interneten meg lehet találni, vagy el lehet mondani, azt most gyorsan elmondjuk, azt elmondjuk a lényeget, ugye? Tehát a lényeg a következő. Miért van itt mellette ő? Ez az inci-finci, kicsi, kedves jószág, hát azért gyerekek, mert ez egy 1,4-es 55 mm-es objektív, ami ráadásul kirajzolja a GFX-nek a rajzkörét. Tehát fél blendével nagyobb a fényereje, mint ennek. Tetszik érteni? Na de hogyha ez így van, és ennek a térfogata körülbelül a 6-szorosa, mint ez, akkor itt mi történt? Ugye ebbe a kozináról az élik annyit tudni, hogy a fizikailag ők gyártják a Zeiss objektíveknek az igen nagy részét, egy nagyon neves, nagyon jó fejlesztő. Igen, ez egy 80-as évek elejéről, 70-es évek végéről származó objektív. 7 lencsetag van benne, mint akkoriban a nagy fényerejű alapobjektívebe, hogy általában 6-7, néha 5. Ez a 7, ez akkor így nagyjából elfogadott volt. Na de ez 14. És ebben van két ED és két aszférikus, és ráadásul 6-szor akkor, hogy akkor itt most mi történt? Hát az történt, srácok, hogy el vagyunk kényeztetve. Nem kicsit. Tehát akkor kezdjünk el ezen az egészen gondolkodni. Ha meg lehet csinálni ekkorában, jó, nem olyan az élessége, egy kicsit talán erősebb a vinyettálása, van neki kromája. Tehát, hogy elkezdjük nézegetni, hogy akkor mi a különbség, hát van különbség, nem is olyan pici, hát ez egyrészt az életkorából adódik, másrészt viszont abból, hogy mi az a sok-sok dolog, amit azóta megtudtunk a világról, a fizikáról és ezen belül az optikáról, amióta ezt meghaladtuk. Mert meghaladtuk, ezt tudomásul kell venni, ez egy közel 50 éves objektív, becsületesen harcolt, nincs ebből semmi probléma, de nézzük meg, hogy itt mi történt, ugye? Tehát amikor azt mondja a Dustin Abbott, aki egy kanadai reviewer, hogy lényegében nincs kromatikus aberráció. Lényegében a sarkoknál szinte pontosan ugyanúgy éles, mint a közepén. Amikor azt mondja, hogy megnéztem a közelpontját, és szemben mondjuk a 35-70-nel, ennek a közelpontja is kasza éles. Ugye azt egy másik, a Dylan Goldby,
amikor csinálja 30-70-nek a tesztit, azt mondja, hogy hát megpróbált ezt a közelpontot 35-ön, hát nem kellett volna. Aztán már onnan 5-6-8-10 centire már egész jó, sőt, kimondotta jó. De ott azért vannak kompromisszumok, nem csak a fényerővel, hanem magával a konstrukcióval, hogy ez egy ilyen kollapszoló, összecsukható, összeomlasztható objektív volt. Na de, hogyha megint csak visszacsatolunk oda, hogy gyerekek, ez pont a közepe, ez az optimum, és itt illik valami nagyszerűt csinálni, hát akkor a fiúk megcsinálták. Ugye? Drámaian elképesztően éles. Nincs kromatikus aberrációja, megdöbbentően jó a súlya, és ezáltal maga a súlypontja is, ugye? Tehát, hogyha elkezdjük felrakni ilyen komolyabb eszközökre, tehát mondjuk egy GFX 100S-re, ami nekem van, akkor olyan jó. Nem érzed, hogy fejre bukna, nem érzed, hogy bármit baja lenne, nem túl pici, nem túl nagy olyan, pont olyan, mint egy objektív, ugye? Na de akkor menjünk tovább. Tehát mit szoktunk meg? Azt szoktuk meg, hogy lenyílt a blendén lágy. Hát ez nem. Sőt, összevetve az 1,780-nal, és én tudtam, hogy nekem azt akkor nem kell megvennem, pedig egy nagyszerű objektív, csak túl közel volt a 110-hez. Ugye megváldásul meg volt a 45-100, tehát akkor már olyan kicsit sánta volt, hogy nekem pont az kell nekem, hogy az a nagy fényerő, az nekem jóval lejjebb kellett. Ugye? És ez pont az. Tehát minek felel ez meg? Mert ilyenkor jönnek a fizikához borzalmasan értő kollégák, akik ezt megkérdezik. Ez egy 1,3-as fényerejű 44 mm-es full frame objektívnek felel meg. Oké. Akkor menjünk tovább. Mit tud még ez a dolog? Van egy teljesen jó autofókusz, amiben nem lakták be a lineár motort, valószínűleg az óriási átmérő, meg az óriási relatíve nagy tömeg miatt, ugye? De vízálló, saváló hintaló, van rajta ugye blendegyűrű, vannak rajta az automatizmusokhoz szükséges A, illetve C állások a blendegyűrűn, és ezen kívül tulajdonképpen semmi extrát nem tudok mondani. De mi az, ami miatt ez mégis olyan borzalmasan érdekes? Talán egy jó illusztráció az, hogy én ezt megkaptam néhány hete, egy szerda délelőtt 10 órakor, délután 4-ig fotóztam vele, hazajöttem, letöltöttem, megnéztem a képeket, és azonnal megrendelte. Ez az én saját példányom. Tehát itt most nem egy teszt példányt simogatok, megmutogatok, ez Lali bácsi 55-öse, és Lali bácsi, ez most nagyjából forever marad. Ugye, de mi ez? Mégis mi ez a dolog, ami miatt ez olyan borzalmasan érdekes? És ilyenkor, amikor az embernek kialakul egy véleménye, akkor miután hajlamosak vagyunk elbízni magunkat, hinni a saját igazunkban, ilyenkor az emberben föléled egy egészséges kételkedés, és megnézi, hogy na de mit mond erről a többi hülye? Tehát az, hogy az ember ne érezze magát elveszettnek, hogy egy kicsit igazolva érezze a saját gondolatait, ahhoz bizony meg kell nézni, hogy a világban mindenféle helyeken, ez a Dylan Goldby valahol a távol-keleten él, a Ken Rockwell az Los Angelesbe, de van a Philip Reeve, aki mondjuk fújtpont nem tesztel, de én sok más dologok kapcsolatban nézegetem. Tehát érdemes megnézni, hogy a világ különféle tájain, különféle beosztásban, különféle technikákkal dolgozó, különféle munkákat végző emberek számára ezek a dolgok mit jelentenek. És akkor egy embertől egy bizonyos típusú információ, egy másik, tettere, megyünk szépen végig, és egyszer csak a végén megtaláljuk a közös nevezőt, megtaláljuk azt, hogy mi az a közös, ami mindegyikben benne van, vagy szinte mindegyikben, ugye? Tehát a marha érdekes dolog, mert azért azon már régen túl vagyunk, hogy mindenki ilyen szuperlatívuszokba beszél bármiről, csak adjanak érte pénzt, most már ezek elvesztették a hitelüket, tehát ma már ilyen independent review-k vannak, nyilván akkor is azért az ember inkább dicséri, mint szígya, de mondjuk a Dustin Abbo például nagyon-nagyon korrektül leírja, hogy mi jó, mi rossz, a Ken Rockwell, ugyanígy néha kicsit harsányon, de nem baj, a Dylan Goldby is megmondja a rosszat, tehát talán azért, hogy meg is őrizze a hitelét, meg talán azért, mert nyilván mindennek van egy kicsi csúnyája, de ennél a legdöbbenetesebb az az összecsengés, amit látsz szinte az összes reviewernél. Két dolgot emelnek ki,
nyilván vannak ilyen pixel peeperek, akik a New York-i toronyházak ablakai szélén nézik az élességet, meg mindenféle baj van, ez egy fiatal gyerek, aki egyébként nagyon tehetséges, de nekem egy kicsit sok volt ez a matek szakkar, amit ő ott csinált. De a többiek optikai perfekcionizmus, tehát a fokozhatatlan, az emberi érzékelés határain túllevő élesség és felbontás, illetve ennek a felbontásnak a kiszolgálása ilyen éles módon, ez az egyik. A másik pedig kimondva kimondatlanul vonzódás a művészeti, tehát a kreatív munka felé, és ezen belül a legtöbb esetben a portré. Tehát ki a túró gondolná egy 63-as alapobjektívnél szélesebb 55-ösről, hogy az indiai csaj, a Los Angeles-i srác, hogy a német gyerek, hogy az olasz csávó, aki elmegy a Vidámparkba, hogy ezek mind portréra használják. Szinte mind, és szinte csak arra. Most akkor mi van? Hát ez nem egy portréobjektív. És mi az, hogy művészet? És mi az, hogy mindenkiből ezt váltja ki? Akkor ez mit csinál? Hát ezen én napokat gondolkodtam, még most is kiráz a hideg, gyerekek. Tehát tényleg, tehát olyan felismerés volt, emlékszem, az MTL székházat fotóztam, ami nekem ilyen visszatérő nagy kedvenc, talán már unjátok, majd egyszer elköltözök Firenzébe, és akkor majd más fogok fotózni. De mi történt? Ugye, belegondolunk abba, hogy fényerő, hát akkor mosás, ugye? Belegondolunk abba, hogy közepe, hát akkor az tulajdonképpen nem tele, nem nagy látó, akkor ez egy ilyen általános dolog. És akkor a nagy mosás, ugye, az elsősorban, bár létezik ilyen, hogy 1,235, meg létezik nagy fényerejű nagy látó, de a mosásról mégis mindig a telék jutnak az eszünkbe, és a teléknél pedig mi történik? Na most, ha ki akarom sarkítani, akkor fogunk egy 4x600-at, odarakjuk a menyecskét az erdei ösvényre, előtte, mögötte minden radikális az életlen, és a csajból csinálunk egy papírlapot. Ezt hívják kompressziónak, ugye? Tehát maga a rövidülésnek az aránya, az azt eredményezi, hogy nagyon szépen átmenetesen fogy, aztán meg nő maga a mosás, és ahol vagyunk, abban a pár centiméterben, abban van egy radikális élesség, ami körömollóva körbe lehetne vágni a menyecskét, hogy akkor őt most akkor kivettük ebből a képből, ugye? Tehát ez jut eszünkbe, és itt a kulcs szó a kompresszió. Hát igen, csak az MTL székháznál, amikor lefotóztam az első szfinxet, és volt mosás, akkor nem volt kompresszió, hanem mi volt? Egy 3D-s élmény. Várjál, nézzük ezt vissza még egyszer. Százszor megnéztem. És senki nem magyarázza nekem, hogy a fotó egy 2D-s művészet, mert az erről már egy ideje tudok. Na de térbeli lett tőle a kép. Tehát nem az a kompresszió, nem az a nyomás, nem az a nyomorgatás lett belőle, mint a szuperterékkel, meg nem is az, mint a nagylátóknál, hogy van egy előtér, háttér, és a kettő elválik egymástól, hanem az egész valahogy gömbölyű lett. Térbe lett helyezve, élménye lett neki. Nem tudom másként mondani, magyar tanár vagyok, de néha ilyen hülye kifejezések jutnak eszembe, mint a fiam, amikor nem jutott eszébe az, hogy viszket a talpam, akkor azt mondta, hogy viszket a lábtenyerem. Mi egy ilyen kreatív család vagyunk, ki tudunk találni elképesztő hülyeségeket. Na, hát ez is az tulajdonképpen, igaz? A térbeliség, és nyilván a vágóval én meg fogom beszélni, hogy ide vagy az adott topikhoz azokat a részeket vágja, amik ezt illusztrálják. De ha ennek a mosásnak és a kompresszió hiányának az okát megvizsgáljuk, akkor megdöbbentő dolgokat fogunk találni. Hát egyrészt maga a látószög, a fényerő, és aztán van egy adat, amit ugye a legvégén vettem észre, mert ki a fene foglalkozik azzal, hogy hány blende lamella van. Tudom, a 2835-ös pentakonoknál van a Bokeh Monster 15 lamellás. Na mindegy, tehát a Fuji GF objektíveknek jellemzően 9 blende lamellájuk szokott lenni, ennek 11 van, mégpedig azért, ugye ez nyílt blendén semmi értelme, mert egy kör. De ahogyan elkezdjük bezárni, úgy a háttérben, az életlenben, a bukéban megjelenő fényforrásoknak a kör felé konvergálása sokkal kellemesebb lesz, és maga a buké is egy sokkal krémesebb
entitássá válik. Akkor ugye ott tartunk, hogy ez az emberek többségéből egy ilyen, egy művészeti segédeszköz lesz. Ugye? Tehát az történik, hogy valahogy arra mozdítja az embereket, hogy ilyen kreatív jellemzően, portré jellemzően, mosás, szinte mindenki nyílt blendén akarja használni, ott kiderül ez a döbbenetes élesség, annál az indiai csajnál nekem néha túl közeli is, mert kicsit buci lesz tőle a fej, de valahogy a vidámparkos gyerek, meg a Dustin Abbo, meg az összes többi, az valahogy tényleg azt hozza ki az egészből, hogy ez egy ilyen kedvenc, ugye? Hogy valami olyan, mindenki fölismeri, hogy történt valami, ami több a szokásosnál. Tehát a következőt tudom mondani, egyrészt én csináltam nagyon sokféle helyen, nagyon sokféle vágóanyagot ez alá, ezek majd oda szépen lassan megérkeznek. Amit mindenkinek tudok javasolni, hogy a következő roadshow-n, ami nagyon remélem, hogy már közel van, ezt vegye kézbe. Tegye bele a kártyáját, mármint a gépbe nyilván. Csináljon vele egy pár fotót kint bent, ugye? És akkor ilyen mindenféle élmények érik, amikor hazamegy és letölti a képeket, azok a képek valahogy mások. Tehát beszéltünk az autofókuszról, mondtuk azt, hogy nincsen benne lineáris motor, hanem a hagyományos rendes motoron valószínűleg átmérő miatt. De egy csomó olyan dolog kellhetne bele, ilyen például a stabilizátor. Ugye a következő review, amit fogok csinálni, az a 100-200 éve, ez abban például egy kulcsfontosságú szerepet fog betölteni. Na de itt mi van? Itt ugye az van, hogy számol azzal a gyártó, hogy magában a gépben van stabilizátor, ennek óriási a fényereje. Az ő stabilizátora hoz legalább 5, bizonyos esetekben 7-8 F-et, F-stoppot, ugye egész pontosan. Itt pedig az 1,7-es fényerő, hát az is hoz egy másfél-két blendét, attól függ mihez képest, ugye? Most a kettőnek a szummája simán kiadja azt, hogy mondjuk ISO 1006-on éjjel kettőkor a Király utcában sétálsz és így csinálsz. 30-ad, meg 15-öt, de hát a gép stabiával ez simán ki tud tartani. Tehát egy másik élmény, ugye? Meg még valami, amiről az elején nem nagyon beszéltünk, mert ugye ezt a kérdést már kifejtettük a 80-asnál, hogy az 1,7-es fényerő középformátumban a világ létező legnagyobb fényereje. Ugye? Tehát létezett a Noritának egy 2-es 80-asa, 645-ben létezett a Contaxnak egy 2-es 80-asa, aztán 645-ben szintén volt a Mamiának egy 1,9 80, de azt annál lejjebb nem nagyon ment senki. Hát a világ két legerősebb, legfényerősebb középformátum objektívja, az 1,780 és az 1,755, ami itt van előtte, ugye? Tehát mindenképpen világcsúcs tartó. Most, hogyha ezeket a dolgokat összeadjuk, akkor rá fogunk jönni, hogy ezek általában nem összeadódni, hanem összeszorzódni szoktak. Tehát mi történik? Az, hogy ekkora fényerővel, középformátumban képesek létrehozni egy ilyen élességű, kromatikus aberráció nélküli, torzításmentes, saroktól sarokig kegyetlenül üres objektívet, ezek nem a 2-es kaptam, 3-as kaptam, 5-ös kaptam, 8-as kaptam, nem, hanem ez az egész egyszerre, egyidejűleg, mint egy koincidencia, ami persze nem véletlen, ugye a koincidencia a véletlenek együttállását jelenti. Tehát ez nem egy véletlen, ez egy szépen, szisztematikusan, borzasztó okosan felépített rendszer, egy olyan piramis, amikor a tetején ott áll ez, amit már nem nagyon lehet fokozni. Tehát az előbb ott tartottunk, hogy roadshow, kipróbálás, óvatosan, aki belenéz, az jó esélye meg is fogja venni. 2300 dollár, tehát nem mondanám olcsónak, de olyan marha drágának sem mondanám. Tehát most azt mondom, hogy a világ legnagyobb fényerejű, egyik legnagyobb fényerejű középformátum objektívje, egészen elképesztő élességgel, renderinggel, kromatikus aberrációval, stb. Akkor a világ csúcshoz képest ez tulajdonképpen olcsó, ugye? És akkor mit látunk még? Azt látjuk, hogy amikor ezek az emberek beszélnek a review-ban erről az objektívről, akkor valami olyan lelkesedés van bennük, vagy valami olyan
élményekről beszélnek, ahogyan ilyen legendás ingenieurökről, meg lejkákról, meg kontaxokról beszéltek régen az emberek. Tehát, hogy itt már volt olyan ember, aki azt mondta, hogy amikor letöltötte az anyagot, akkor neki negatívbe kellett rakni a GFX 100S-en az élességet, mert zavaróan éles volt. Ugye? Tehát akkor most mi van? Emlékszem, azt a szót, hogy clinical, az angol, nem arra használjuk klinikai, a magyar úgy fordítja, hogy steril, túl jó. Ezt én a 30-ast, amikor megvettem, és elkezdtem olvasgatni róla, akkor ott találkoztam először ezzel a kifejezéssel, hogy annyira jó, hogy nem tudok belekötni, kell rá valamit mondani, clinical. Túl sok, túl jó, túl éles, túl színhű, túl torzításmentes, túl mit tudom én, micsoda. Ugye, hát ez is ilyen. Úgyhogy srácok, a következőt tudom mondani. Egyrészt élmény megnézni, hogy ezzel az objektíven más emberek miket csináltak a világban. Élmény használni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugye, tehát a Fuji rendszerében vannak ilyen kult objektívek. Hát a legnagyobb kult az egyértelműen a 2-110-es. Aztán, ami nekem nincs, az a 2845, arra mindenki az optikai tökéletesség manifestálódásának tartják. Nekem pont a 4500, meg a 63, meg most már az 55 miatt ugye az nincs meg. És a harmadik az a 250. Ezek azok az objektívek, amikben szerelmesek. Tehát itt nem az, hogy hát jó van éles, van frankó, jó kiszolgál, sose vagy ott az útszélén, cuki, kicsi, fincsi, puszi, nem. Ezek a love me tenderök, ezek az asztaid robbantó, ugye? És akkor a többi az meg ilyen, az meg ilyen kötelező, ugye? Azok meg borzalmasan hasznosak, ugye? Hát én körülbelül ezt fogom majd egyébként kifejteni a 100-200-nál, de ugyanez igaz a 23-asra, a 120-as makróra, ugyanez igaz, nem tudom, egy középzoomra, egy 45-100-ra, vagy én nagyon sokáig nem értettem például a 32-64-et, én csak úgy hívtam, hogy a csoportképes objektív, pont az a tartomány, ami a csoportképes kell. Hát aztán megnéztem a felbontási adatait, meg hogy emberek miket csináltak vele, aztán most gyorsan vettem egyet. Na, tehát, hogy vannak dolgok, amik egy szetten belül ilyen csúcsokat képeznek. Igen, azzal bármikor boldogan, azzal ha nem fizetnek ilyet, akkor is elmegyek vele fotózni. És vannak olyanok, amik pedig borzasztó hasznosak. Amikor az ember műtárgy reprót csinál, akkor egy 4500 az nélkülözhetetlen. Ugye, amikor ekkora a festmény, meg ekkora, akkor bizony az egy borzasztó hasznos dolog. Amikor egy objektívvel tudsz kiutazni Strasbourgba, mert annyi fél bele a hátizsákodba, és így tovább. Tehát vannak a szerelem objektívek, és nekem most ő az új, és még azt gondolom, egy darabig az is lesz, és vannak a hasznos marha jó objektívek. Tehát azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor most szinte 100%-os biztonságot kijelenthetjük, hogy egy új legenda születik, egy új kultobjektív, amit bizony, ha bárki megpróbál überelni, hát nagyon nehéz dolga lesz.